A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. A Cseh Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ellenőrző Intézet azonnali hatállyal betiltotta több műanyagpalackban forgalmazott külföldi bor forgalmazását Csehországban. A korlátozás magyar borokat is érint. A cseh piacon műanyagpalackokban forgalmazott borok jelentős része hazánkból származik. A cseh intézet július végén és augusztus elején összesen 173 féle importbort ellenőrzött. Ezek közül 63-nál nem voltak elégségesek a címkén található információk, illetve hiányzott a cseh nyelvű szöveg. A laboratóriumi vizsgálatok során a kiválasztott 47 bor háromnegyede nem is felelt meg a minőségi követelményeknek. A forgalomból kivont borok piaci összértéke 957 millió korona. A munkaügyi központ humán szolgáltatási osztálya speciális funkciót tölt be. Az álláskeresőkkel folytatott mélyebb beszélgetések révén igyekszik felkutatni és megoldani a munkanélküliek problémáit. A visszajelzések szerint sikerrel, hiszen az álláskereső klub tagjainak zöme vissza tud illeszkedni a munkaerőpiacra. A humán szolgáltatási osztály tavaly alakult meg, bár részlegei korábban is hatékonyan működtek. Ehhez a szervezeti egységhez tartozik az álláskereső klub, a rehabilitációs munkacsoport, a pedagógiai pályaválasztási tanácsadás és a pszichológiai szakszolgálat. A mi osztályunk dolgozói tudnak mélyebben foglalkozni azokkal a munkanélküliekkel, akiknek olyan jellegű problémáik vannak, hogy valamilyen oknál fogva nem tudnak állást találni. Mi mélyebben, nagyobb időintervallumban tudunk foglalkozni az ügyfeleinkkel, és speciális technikákat tudunk alkalmazni. Ezzel segítjük elő azt, hogy minél előbb és hatékonyabban tudjanak a munkavilágába visszakerülni. Így a humán szolgáltatási osztály segítségével egy 3 hetes tanfolyamon olyan álláskeresési technikákat sajátíthatnak el a munkanélküliek, mint a hatékony telefonos álláskeresés vagy az önéletrajzírás. A pszichológiai szakszolgálat az álláskeresők kudarcainak pszichés okait tárja fel, és igyekszik tesztek és beszélgetések révén megoldani azokat. Az osztály munkatársai a megváltozott munkaképességűeknek is segítséggel szolgálnak. A rehabilitációs munkacsoport dolgozói abban segítenek az ügyfeleknek, akiknek megváltozott munkaképességük van, hogy célszervezeteknél megpróbálja őket elhelyezni, valamint egy olyan programot dolgozunk pillanatnyilag ki, egy FAR kísérleti program keretében, ahol a megváltozott munkaképességű ügyfeleinknek nem a munka gátló tényezőivel foglalkozunk, hanem a megmaradt képességeit próbáljuk meghatározni, olyan munkaköröket, olyan képzéseket próbálunk kialakítani, ahol 100%-osan tudnak a későbbiek folyamán tevékenykedni. A tervek között egy fiatalok számára pályaválasztási tanácsadással foglalkozó iroda kialakítása is szerepel. A foglalkoztatási információs tanácsadó egy FAR pályázat keretében fog remélhetőleg megvalósulni az év vége felé. Pillanatnyilag átalakítási munkálatokat próbálunk kivitelezni. Ez egy 150 négyzetméteres terület lesz a pécsi kirendeltségnek a földszintjén. Német minta alapján jön létre az iroda. Elsősorban pályaválasztással foglalkozunk, tehát prevenciós tevékenység, a fiatalok iskolák kereshetnek meg minket, de természetesen a munkanélküliek is. Ide a fiatalok bejöhetnek, saját maguk leemelhetik majd a mappát, és elolvashatják, hogy mondjuk egy asztalosnak milyen körülmények között kell dolgozni, milyen eszközöket kell használni, milyen képzettséget kell szerezni, és ugyanezt a szakmát megnézheti videófilmen, és tanácsadóval is beszélgethet róla. A foglalkoztatási információs tanácsadó várhatóan ez év végén vagy jövő év elején készül majd el, és vélhetően sokat segít majd a fiatalok pályaválasztási nehézségein. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában a híradó után.